Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim, úgyis, mint előterjesztők. A jobbik konzervatívok elképzelése, hogy az országra azt, hogy egy normális Magyarországra van szükség. A normalitásnak az egyik mércéje az a szélsőségektől mentesség, azaz a szélsőséges gondolkodástól mentesség, és ugye ennek a fényében lehet ezt a törvényjavaslatot is mindenképpen megvitatni, illetve megnézni. A gondolkodás a közbeszédnek a megítélésével kapcsolatosan, hogy milyen szinten van, és hogy ezt miként lehet feloldani, és miként lehet biztosítani a legnagyobb szabadságot, vagy a legnagyobb szigorítást. Ugye két szélsőséges érték van, egy teljes liberalizáció és egy teljes szabadon engedés, ami azt jelenti, hogy bárki bármit mondhat büntetlenül, a másik egy nagyon szigorú és mindent lekorlátozó hozzáállás, szerintem egyik sem helyes. A jelenlegi szabályozás, amelyet a magyar büntető törvénykönyv tartalmaz, egyébként helyes középutat választott és egy jó arányt képvisel, függetlenül attól, hogy ezzel kapcsolatosan az Emberi Jogok Európai Bíróságának vagy bármilyen más nemzetközi szervezetnek mi az elképzelése. Szerintem ez kifejezetten az a passzusa és az a helye a törvénykönyvünknek, a büntető törvénykönyvnek, amely eddig jó és mondjuk úgy, hogy időt kiálló és próbát kiálló szabályozása volt. Tehát ebben a viszonylatban érdemes nézni, hogy mi a normalitás, és azt lehet mondani, hogy a normalitáshoz és a normális Magyarországhoz a legközelebb az a szabályozás áll, ami most van. Ezzel szembe megy, és akkor mindjárt két indokot lehet felhozni. Az egyik egy jogpolitikai indok, ami szerintem hibás, és a korszellemmel nem összeegyeztethető, a másik egy alaptörvénnyel ellentétességi indok. Tehát ezt a két indokot lehet felhozni egyből arra, hogy miért nem helyes maga az előterjesztés. Az egyik, én kétlem, hogy az előterjesztőknek és ezáltal a kormánynak egy olyan jogpolitikai indoka lenne a jelenlegi közállapotokat figyelembe véve, az elvesztett 400 sajtóper, a futószalagon érkező sajtóperek és egyébként a későbbiekben ezeknek leágazásaként megjelenő rágalmazás és becsületsértési eljárások. Nem hiszem, hogy azt a helyes következtetést lehet levonni ebből a mai közhangulatból, hogy mindenáron a liberalizációjára és ebben az esetben a büntethetőségnek az enyhítésére van szükség. Világosan látszik az, hogy tendencia szerű lett, sőt üzemszerű lett az, hogy egyes médiatermékek, hogyha úgy fogalmazunk, a sajtótermékek és médiaszolgáltatás útján, tehát pont azon a módon, amelyen önök most dekriminalizálni akarnak, szóval pont ezen az úton, ezeket a felületeket kihasználva, ezeknek a most már pénzügyi kapacitásait kihasználva, rendszeressé vált az, hogy másokról a valósággal teljesen ellentétes, hamis tényállítások hangzanak el, és ilyenek kerülnek közlésre. A jelenlegi polgári eljárási rendszer sem képes megbirkózni ezzel. Világosan mutatja azt, hogy a rendszeresen alkalmazott különböző sérelemdíjak, illetve egyéb bírságok egyszerűen nem akadályozzák meg, még ettől a polgári jogi károkozástól sem az elkövetőket. Éppen ezért fontos az, hogy legyen egy olyan nem polgári joghoz, hanem egy a büntető joghoz, annak az ultima ratio jellegét hangsúlyozó büntetési módnak a lehetősége, amely pont a médiaszolgáltatások vonatkozásában lehetőséget biztosít arra, hogy az állam kifejezze azt a rosszallását és azt a büntető jogi igényét, amely egy a társadalmi normákkal nyíltan szembe helyezkedő ilyen bűncselekménynél az állam büntető jogi igényének érvényesítésének a kötelezettsége. Éppen ezért kell azt mondani, és ezt egy másik megfontolandó problémakör önöknek, hogy az, aki médiaszolgáltatást üzemeltet, sajtóterméket tart fönt, magát újságírónak mondja, mégiscsak nem csak az írott szónak, vagy az elhangzó szónak a köznapi értelembe vett súlyát ismeri, hanem annak a fokozott felelősségét is kell, hogy kövesse és tartsa szem előtt. Az újságíróktól saját hivatási etikai elvárása, hogy körültekintően, a tényeket tisztázva, az igazságra törekedve fogalmazza meg az állításait. Ha tőlük elvesszük és kivesszük éppen ezért a büntethetőség alól, és nem azt mondom, hogy minősített eset legyen, hogyha valaki sajtótermékként vagy sajtómunkásként követel becsületsértést és rágalmazást, de ha dekriminalizáljuk ebben az esetben, és azt mondjuk, hogy ők egyébként még több felmentést kapnak a becsületsértés és a rágalmazás elkövetésének tényállása alól, és kiveszik őket, az pontosan ellentétesen hat, hiszen azok az emberek, akik azt a hivatást választották, hogy a valót, az igazat, a tényszerűt akarják a közvéleményhez, nagy nyilvánossághoz
eljutatni, és ezt hivatásszerűen csinálják, rájuk fokozott elvárásnak kell lennie, velük szemben fokozott elvárásnak kell lennie, nem csak egyébként a saját etikai kódexükben, hanem az állam képében megjelenő büntetőjogi igényképében is. Tehát nem lehet attól eltekinteni, hogy azok a személyek, akik ezt a hivatásukhoz használják, a tényközléseket, ők kivegyük alól. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy nyugodtan mentesíthetjük az ügyvédeket vagy a jogászokat a különböző hivatásrendi elkövetett magatartások alól, mert hát ők pont ne kerüljenek bele. Pedig nekik fokozottan figyelmük és felelősségük az, hogy jogászként, sőt minősítő körülményként szokták az ítélkezésben használni azt, hogyha valaki a saját jobb tudomása, a saját hivatásrendjének a megszegése és minden ismeretével ellentétesen ilyen eljárásban vesz észre, vagy ilyen bűncselekményt követel, minden egyes az orvosnál, az építésznél, a jogászoknál, mindenkinél nyomatékosan veszik ezt figyelembe. Most önök egy menekülő utat tesznek ezáltal a média dolgozóknak, média munkásoknak, és hozzáteszem, a mai világban sajtóterméket és médiaszolgáltatást létrehozni egy NMHH regisztrációtól, meg egy chatbotnak a honlapépítő és egyébként beregisztrálós munkájától függ. Tehát körülbelül 15 perc alatt én önöknek létre tudok hozni 32 hírportált, úgyhogy annak a 32 média munkása akár ugyanaz a személy lehet, és ő magát újságírónak mondja. Nyugodtan üzenhetjük Pócs Jánosnak, hogy nem kellett volna sokat hát bibelődni ezzel a mostani mentelmi ügyével, mert hogyha következőnek esetleg médiaszolgáltatást akar indítani, vagy magát sajtóorgánumnak a szerkesztőjeként, bár szerintem ez összeférhetetlen amúgy az országgyűlési képviselők jogállásával, de hogyha egy alacsonyabb szintű önkormányzati képviselőjét akar fenntartani, vagy közgyűlési elnök, csinál magának egy média terméket, és utána bárkit úgy rágalmaz, ahogy szeretne, és azon a médiaszolgáltatáson keresztül bármit közzé tehet. És hozzáteszem, itt jön a következő probléma. Ugyanis önök azt javasolják, hogy a nyilvánvaló és súlyosan becsmérlő kifejezésről legyen szó. Tehát, hogy önmagának tagadásról legyen szó. Tehát a nyilvánvaló és a súlyosan becsmérlő tagadásnak a büntető jogban, a jelenlegi büntető jogban nincs egy exakt elvonatkoztatott fogalma, amit meg tudunk ítélni. Sem a büntető jognak az alkalmazásában, sem az ítélkezésben nincs erre meglévő, kidolgozott, megmunkált, exakt meghatározás. És ez azért baj, mert a büntető jogi tényállásoknál, ez a gyakorlatilag a rendszerváltás óta tudjuk, az egyike azon alkotmánybírósági határozatoknak, ami a magyar büntető jognak az egyik legfontosabb égköve, hogy világosnak kell lennie az összes megfogalmazásnak, nyilvánvalóan határozottnak, és mindenfajta bizonytalanságot nélkülözőnek kell lennie. Ajánlom figyelmükbe a 11/1992-es alkotmánybírósági határozat, amely jól megfogalmaz ezt, és szerintem ezen a teszten az önök az előterjesztők által tett ez a kitétel, csak ez a kitétel nem megy át. Ez nem lesz alkalmas rá. Én megfontolásra javaslom, hogyha ilyet akarnak benyújtani, akkor ezt ne így tegyék, mert ez nem lesz alkalmas rá. Én örök neki, hogy önök így gondolják. Szerencsére nem a törvényhozásnak kell erről dönteni, hanem az alkotmánybíróságnak kell döntenie. Hozzáteszem, pontosan azért, hogy erre szükség legyen. Én élni fogok azzal a lehetőséggel, és erre fogom bátorítani a többi képviselőtársamat is, hogyha elfogadja a törvényhozás jelenlegi formájában ezt a törvényt, akkor forduljunk az alkotmánybírósághoz, és nézzük meg, mielőtt bárki elkezdi használni, hogy ennek a törvénynek az alkotmányossága megvan-e. Mert a büntetőjogi törvényeink, azok nem a mezőgazdasági termelőknek, a termeszthető növényeinek a szabályozásáról szólnak, hanem a legfontosabb és a társadalmunknak a legkomolyabb normáit szabályozó törvénykönyve. Az ebben való bármilyen szintű beavatkozásnak, betonbiztosnak, érthetőnek, következetesnek kell lennie, úgyhogy minimum az a felelősségünk, hogyha egy ilyen törvényjavaslatot elfogad a többség, és a többiek ezt támogatják, akkor az Alkotmánybíróságnak a véleményét is ebben megkérdezzük. Azt is szeretném hozzátenni, tehát amit mondtam, hogy a jogpolitikai jelenlegi igényekkel szemben megy, és teljesen azzal szembe menő a mostani javaslatuk. Hozzáteszem az egészet a Transzparens Újságírásért Alapítványnak a egy hónappal ezelőtt kapott e-mailje hívta fel rá a figyelmet, ami nyilvánvalóan egy ilyen kormánypárti próbálkozás volt, elküldték, emlékszem, az összes frakcióvezetőnek, nekünk is. Egy gond van, hogy a Transzparens Újságírásért Alapítványra rákeresve egy dolgot nem lehet tudni, illetve egy dolgot nem lehet tapasztalni, hogy átláthatók lennének. Tehát a nevükkel ellentétben semmilyen fajta beszámolójuk nincs, egy dolgot biztosan lehet
lehet látni, hogy a Fideszhez közeli emberek gründolták ezt. Egyébként annyira tükkös volt ez a megkereső levelük, hogy a legelején épp a 444 újságíróival, a Telex újságíróival viccelődtek meg, hogy hát milyen esetek voltak. Persze aztán előjött Füsi Angéla, meg mindenki a közismert pesti srácokos bugyrokból. Tehát hogy ezért egy nagyon átlátszó dolog volt az, amivel próbálkoztak. Önök előjöttek egy ilyen, most aztán a médiában egy igazi liberális álláspontot és mainstream külföldi álláspontot fogunk képviselni, csak ezt megint a saját módjukon egy ilyen fölállított kis bábszínházzal próbálták előre eladatni, de az emberek ezen átlátnak, és világosan átlát a szakma is. Én úgy gondolom, hogy nagyon rossz irányba haladnak ezek, a jelenlegi közállapottal teljesen összeegyeztethetetlen, amit önök itt a törvényjavaslatban javasolnak. Hozzáteszem, hogyha valóban szeretnének módosítani azon, hogy jól működjön a közéletnek a hangnemének, vagy a kimért közéleti közléseknek az állapota, gyanítom ebbe az irányba nem akarnak elmozdulni, akkor mégis a BTK módosítás helyett azt javasolnánk, hogy olyan polgári jogi szankció szigorítások legyenek, amik például a sérelemdíjak megállapításánál figyelembe vennék az egyes szerkesztőségeknek a bevételét, például hogy ne fordulhasson el, hogy 50 milliárdos vagy 100 milliárdos bevételekkel rendelkező szerkesztőségek 500 ezer forintot fizetnek, vagy legyen például az, hogy a elvesztett mennyiségű, tehát legyen egy száma, egy abszolút száma, hogy ahány pert vesztenek, úgy emelkednek a sérelemdíjak, illetve az egyes akár hatósági büntetések. Az önöktől talán nem olyan távol álló Fox News az elmúlt időszakban elkövetett hazugságai miatt 800 millió dollárt fog fizetni. Hát gondoljanak bele, hogyha ezt Marsi Annikónak meg a másik bemondó párosnak kellene kifizetnie az elszaporodott hazugságaiknak az arányában, valószínűleg földön futóvá válna a TV2 körül mindenki, hogyha egy emelkedő számban beszélnénk. Tehát hogyha önök valóban elkötelezettek abban, hogy egy tisztességes és normális közéleti viszony legyen, Gönczi Gábor, igen, köszönöm szépen a segítséget, akkor nem a BTK-nak a liberalizációja felé mennének, hanem a jól megfogalmazott és koherens és jól alkalmazott BTK-t békén hagynák, és dolgoznánk azon a polgárjogi szempontból a közélet hangnemének a tisztítása érdekében, ami egyébként közös felelősségünk lenne, hiszen mégiscsak talán a politikus, mint szitok szó hangzik el most már az országban, és hogyha számolni kellene, hogy kiket, bocsánat, utálnak a legjobban ebben az országban, és kinek a legalacsonyabb a társadalmi hitelesség, akkor a politikusok sajnos első helyen állnak, amiért kőkeményen megdolgoztunk szerintem mindannyian a patkó mindegyik oldalán, hozzáteszem önkritikusan ezeket, de hogyha valóban szeretnék ebben előrelépni, akkor az lenne a közös felelősségünk, hogy a polgárjogi jogkövetkezményeket és az abbéli munkát helyeznénk előtérbe, és nem a BTK-val foglalkoznánk. Jelenlegi formájában hiába takaróznak európai javaslatokkal, hiába takaróznak más típusú véleményekkel, a jelenlegi közállapot és ezáltal a jogpolitikai érdek sincs meg amögött, hogy ilyen változás legyen. Ez egy szimplán egy politikai célzatú elterelés, illetve akció, amire önök készülnek. Szerintem mérhetetlen károkat fog okozni a hazai közbeszédben, hogyha ezen az úton megyünk tovább. A BTK-nak ilyen irányú módosítását tekintettel a felsorolt érvekre, és arra, hogy álláspontom szerint alaptörvényellenes, mi ebben a formában nem tudjuk támogatni. Köszönöm szépen!